Az intézmény fennállásának 78. évfordulóján nyílt napot szerveztek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Az ünnepség keretében Mohácsi János budapesti származású rendezőt az egyetem díszdoktorává avatták. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem az egyetem napjának keretében avatta díszdoktorrá Mohácsi Jánost, a Kaposvári Egyetem egykori színészét és rendezőjét. A díszoklevelet Szorin Krisán, az egyetem rektora adta át Marosvásárhelyen az intézmény fennállásának 78. évfordulóján rendezett ünnepségen. A rendező munkásságát és az intézményhez fűződő kapcsolatát Berekméri Katalin méltatta. Ma díszdoktorrá avatjuk Mohácsi Jánost. Egy akadémiai közösség elismeri egy alkotó művészi érdemeit, amelyek nem csak színházi, hanem tudományos mércével is elévülhetetlenek. Jászai Mori és Déri Tibor díjas érdemes művész Mohácsi János. Dr. Kós Anna, az intézmény rektor helyettese kifejtette, a magyar kar vezetősége azért javasolta Mohácsi Jánost az akadémia közösség részévé, mert az elmúlt időszakban a közös munka a rendezővel rendkívül eredményes volt. Ez egy különleges szál, ugye, Mohácsi János rendező és a Művészeti Egyetem között, úgyhogy gondolom, hogy többet fogunk együtt dolgozni, és hogy gondolkozik már azon, hogy a diákjainkkal milyen darabot vihetne sikerre. A művészi programokkal tarkított ünnepségen Mohácsi úgy fogalmazott, nem szeretné, ha ezentúl doktorként emlegetnék, hiszen nem jogász vagy orvos, és a kitüntetés sem hasonlítható össze azzal a munkával, amit valaki a PhD fokozatának megszerzésében végez. Borzalmas öröm, meghatottság, másrészt pedig hát ilyenkor az ember egy kicsit az életével is mérleget kényszerű vonni, mert ezt nem 20 évesek szokták kapni, és 30 évesek. Tehát ez a fajta kettősség küzdik az emberben, harmadrészt meg hát egy csodálatos dolog. Tehát talán a pályának az egyik csúcsa. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem nyílt napja családias hangulatú, szabadidős programmal zárult.